A győri vadkampresszó. Az épület előtt lőtte le a kocsma tulajdonosa azt a két férfit, akivel tavaly áprilisban keveredett vitába. A gyilkosság előtt éjjel P. Lajos vádlott kidobta a kocsmából későbbi áldozatának, N. Mártonnak ismerőseit, a férfi ezért másnap visszament a presszóhoz. A konfliktust nem sikerült rendezni. A vádlott a vadászpuskát maga előtt tartva hátrálni kezdett, és azt kiabálta, állj meg, állj meg. A felszólításnak nem tett eleget, hanem határozott léptekkel továbbra is a vádlott felé ment, és eközben kezeit ökölbe szorította. Amikor a köztük lévő távolság mintegy 3 méterre csökkent, vádlott a fegyvert fogta, és a puska csövétől 1 méteren belül lévő sértettet figyelmeztetés nélkül mellkason lőtte. A presszós azt állította, önvédelemből tüzelt, magát és családját féltette. Azt éreztem, hogy ez most tökre, hogy halálfélelemben volt. Egyszerűen bepanikoltam. Akkor már nem tudtam, nehezen az esélyre, erre a variációra abszolút nem voltam felkészülve, hogy fegyverrel a kezembe akar engemet agyonverni. Ez nem normális dolognak tartom, egy épelméjű ember ilyet nem tesz. Ezért nem is készítettem, és ezért nem tudtam hirtelen mit csináljak, bepanikoltam, és ezért lőttem. A védelem szerint második áldozatát P. Lajos azért lőtte le, mert attól tartott a férfi fegyvert keres az autójában. A két sértett, már bocsánat, de azért nem ma született bárányok lehettek, ha úgy mentek oda egy kvázi helyzet tisztázásra, hogy az a***nak a zsebében egy 20 cm-es kés van, az autójukban pedig egy 90 cm hosszú vasút, közel 1 méteres vasút, és egy ugyanilyen hosszúságú falut. A bíró az önvédelmet nem látta bizonyítottnak, így P. Lajos életfogytiglan börtönt kapott. Az a vádlott, aki csövet öltött vadászfegyvert, a szabályokat megszegve kivitte a házból, másra azt ráfogta, és azzal fenyegetőzött. Aki nem érte be azzal, hogy ott most elmennek és ott hagyják őt, hanem autóba belerugott, és ezután lelőtt egy embert, az lehet-e jogos védelmi helyzetben? Hát egyértelműen, hogy nem lehet. A vádlott fellebbezett, az ítélet így nem jogerős.